Mr. Klaus, a sorsod borsod. Nos, Mr. Klaus, ritka, hogy egy produkció egyszerre tanyázzon a 8-as érték fölött és a 2-es alatt a te produkciód ilyen. Jobb dolgom úgy sincs, tekerek egy blantot, ha keményebb lennék, mutatnám a fakkot. Ha úgy nézem, mint egy produkciót, kvázi játékfilmet, akkor maximum 2-es. Ha viszont úgy nézem, mint egy szociót, kvázi dokumentumfilmet, akkor minimum 8-as. Szomorú már az a Kelet-Európa. Lehet ezért szoktam rá ennyire a smoke-ra. Egyrészt, ez a videó minden másnál ékesebben mutatja meg Magyarország kilátástalanságát, nyomorúságát, reménytelenségét, ami elől a fiatal generációk 4 helyre menekülhetnek. Vagy az alkoholhoz, vagy a spanglihoz, vagy külföldre, vagy a Jobbik ölelőkarjaiba. Kőbányai után vettem egy sorsjegyet. Hát, ha vehetek belőle repjegyet. Másrészt, ez egy trash videó. Trash szövegekkel és trash rímekkel. Beszélek németül, ha valamit meg nem értek, annyit mondok, buchstabieren bitte. Csak hogy nem az a vicces fajta trash, amilyet mondjuk Sanyika gyárt, aki a hazai trash királya. A Netka méltó örököse. Itt a Kimi Tubbon. És nem az a fajta trash, amilyen Vézolikái, aki a legszebb ukrin benedeki hagyományokat folytatja. Betérhetsz egy romkocsmába, dupla kávé a szimplában. Ez egy szomorú és nyomorúságos trash. Elkeserítő és kétségbeejtő. Tüzesen süt le a nyári nap sugára, sörre bor, borra sör, és hányok majd sugárba. Ez mégis egy kurva jó produkció, mert magunkra ismerünk benne. Olyan csík a szemem, ki se látok rajta, rajta, leszakadt a pajta. Ezt Mr. Klaus nem azzal hozza, hogy teremt egy lepattant figurát, aki az ország állapotára reflektál. Jóféle! Hanem csak azzal, hogy kedélyesen áll a saját nyomorához. Mi pedig belelátjuk az ő nyomorába a saját nyomorunkat. Csütörtök, hajnal 4:43. A reggeli kávémat csinálom. Ennek az országnak a címerében kéne, hogy szerepeljen a romkocsma. Hagyjuk, hogy minden szétrohadjon körülöttünk, hogy elhordják, hogy szétlopják. Jobban teljesítünk, de még nem elég jól. Aztán a fantázia, a kreativitás és az élni akarás a romok között beüzemel egy italkimérést, hogy jól bebaszhass, és elfelejthest, hogy a sorsod borsod. Most kezdődik majd még csak az este, borsodban a buszok sárgára vannak festve. Nekem az a legfájdalmasabb, hogy soha nem fog kiderülni, hogy Mr. Klausban mennyi van. Hogy mire vihetné, ha máshova születik. Az én kedvenc sportom a smokizás. Jól esik néha mellé a buzdítás. Soha nem fog kiderülni, mert a sorsunk Magyarország. Mr. Klaus sorsa az ország sorsa. Délelőtt van, de már most szívok. Legalább nem halok ki, mint az asszírok. Érezzük a tehetséget és érezzük a lehetőséget, de mégsem megyünk semmire, mert a velünk élő kádárizmus és a nyakunkba szakadt észak-balkáni igénytelen és proli rablókapitalizmus visszahúz minket. Már nálam is opció az emigráció, vagy ha mégsem, majd a reklamáció. Ebben az országban kicsit mind Mr. Klausok vagyunk.